A magyar emberek kultúrafogyasztási szokásairól fogunk beszélgetni. Vendégem itt a stúdióban Jamália Natali, az Életszínvonal statisztikai felvételek osztályának osztályvezetője. Szia, jó reggelt kívánok! Szia! Nem olyan régen jött ki egy friss kutatásotok, ami a magyaroknak a kultúrafogyasztási szokásait tartalmazza. Ez mondjuk az elmúlt 5 évhez képest mennyire változott meg? Mennyivel többet vagy kevesebbet költünk kultúrára? Köszönöm a lehetőséget! A háztartások fogyasztására vonatkozóan 2015-ös adatokkal tudok szolgálni, azok a legfrissebb adataink. 2015-ben egy főre számítva 64 ezer forint volt a kulturális és szórakozási fogyasztás, tehát ennyit költött átlagosan egy fő 2015-ben kultúrára és fogyasztásra. Ha a számokat nézzük, akkor ez minimális növekedés a korábbi évekhez képest. Azonban azt is érdekes megnézni, hogy ez a kulturális fogyasztás milyen arányt tesz ki az összfogyasztáson belül. 2015-ben ez 6,6% volt. Az mit jelentenek ezek a számok pontosan? Ez egy emelkedés vagy egy csökkenés? 2015-ben egyfőre számítva az összfogyasztás az 980 ezer forint volt, ezen belül 6,6% volt a kulturális fogyasztás. Ha ezt az arányt vizsgáljuk, akkor ez valamelyest csökkent az elmúlt 5 évben, illetve 2010-hez képest. Az a 6,6%-os kultúrafogyasztás, ez nagy számnak tekinthető, vagy ez még mindig egy kisebb szelet a fogyasztásunkból? Nem tudom, hogy mondjuk más európai országokhoz képest ez az arány, ez kisebb vagy nagyobb? A kulturális fogyasztás az egy típusú csoport az összfogyasztáson belül. A Központi Statisztikai Hivatalban összesen 12 fő csoportra osztjuk azoknak a termékeknek és a szolgáltatásoknak a csoportját, amin belül 6,6%-ot tesz ki. 2010-ben ez az arány 7,8% volt. Akkor az egy azért jelentős csökkenésnek mondhatjuk, hogyha mondjuk itt tényleg egész Magyarországot vizsgáltátok, akkor ez több mint 1%-os csökkenés. Igen, pontosan 1,2%-pontos csökkenés jelent. Azonban a kulturális fogyasztás mellett azt is érdekes megnézni, hogy mennyit költöttünk hírközlésre. Hírközlés alatt az internetes előfizetéseket, a mobiltelefon előfizetéseket és a tévés előfizetéseket értjük. Ez kultúrának számít, vagy ez mondjuk beleszámít abba a szeletbe, amit mondjuk kulturális fogyasztásként számoltok? Én azt mondanám, hogy a nagyon sok típusú szórakozás és informálódás átterülődött az internetre. És ezért érdekes megnézni azt, hogy ez hogyan alakult. Ez viszont növekedett az elmúlt években. 2010-ben a hírközlés aránya az összfogyasztáson belül 6%-ot tett ki, 2015-ben pedig már 7,2%-t. Tehát amíg az a csoport, amiben a kulturális fogyasztást mérjük, valamelyest csökkent, az internetes csoport pedig nőtt. Ez azért érdekesség, ennek mi lehet a háttere? Én itt talán azt gondolom, hogy mondjuk inkább nem veszünk meg egy mozi jegyet, amíg mondjuk letöltünk esetleg egy filmet otthon is, és a saját kis számítógépünkön nézzük meg, vagy miért terelődik át az infokommunikációra ez az összeg? Igen, azt gondolom, hogy a különböző tendenciák mögött különböző okok lehetnek, azonban az internet és különösen az okostelefonok elterjedésének nagyon nagy szerepe van. Gondoljunk csak bele, és nem csak a filmek letöltésére gondoljunk, hanem mikorában esetleg, amikor valaminek utána akartunk nézni, akkor elmentünk a könyvtárba, vagy felhívtuk esetleg a tudakozót, vagy megnéztük a lexikonban, azonban ma, ha valamit szeretnénk megtudni, akkor az internet segítségével járunk utána. És ez azért is jó, mert ugye sokkal naprakészebb információkkal szolgálhat az internet, mint egy lexikon. Ha arra gondolunk, hogy korábban, hogyha elutaztunk valahova, akkor kikölcsönöztünk egy utazási könyvet, vagy egy térképet. Ma már nagyon sokféle ingyenes dolgot tudunk letölteni a telefonjainkra. Ez a kultúrafogyasztás, ez eddig egy ilyen nagy, ilyen misztikus dologként tekintettünk rá, ez alá mi tartozik itt a színházjegyek, a mozijegyek mellett, mi más tartozik még a kultúrafogyasztás kalapja alá? Igen, ahogy mondja, a mozijegyek, a
könyvvásárlás, az újságvásárlás, ezek mind ebbe tartoznak, illetve a különböző hangszerek vásárlása, minden olyan dolog, ami a kultúrával vagy a szórakozással kapcsolatos. Ezt mondjuk lehet még csoportosítani, hogy vagy látszik a kutatásból, hogy mire költünk legnagyobb számban, mondjuk színházjegyeket vásárolunk a legtöbbet, vagy akár könyvet vásárolunk legtöbbet? 2015-ben a mozira és színházra szánt összegek egy főre számítva átlagosan 6500 forint körül mozogtak. Ez egy növekedés volt a korábbi évekhez képest, azonban a könyveknél ez 3500 forint körül volt 15-ben, ami ha 5 éves időtávra tekintünk vissza, ez egyfajta csökkenés volt, azonban nem folyamatos a csökkenő tendencia, mert 2012 után 3500-3600 forint között volt a könyvekre kiadott összegek. Lehet, hogy többen iratkoztak be könyvtárba, vagy mondjuk többen vásárolnak akár mondjuk elektronikus könyvet, mert azoknak meg ugye alacsonyabb az ára, talán mondjuk ilyen okok lehetnek e mögött. Ha jól tudom, akkor a kutatásban a háztartás típusokat is felosztották. Ez mit jelent itt? Az egyedülállók költenek többet a kultúrára, vagy mondjuk a családosok? Igen, ugye ez a 64 ezres átlag, ez egy országos átlag. És ettől eltérések lehetnek azt illetően, hogy milyen típusú háztartást vizsgálunk. Azokban a háztartásokban, ahol nincsenek gyerekek, ott egy főre számítva több jut kultúrára és szórakozásra, azonban azoknál, ahol gyerekek is vannak, ott van vel kevesebb. És a legtöbb az egyszemélyes háztartásokban jut egy főre, ott 100 000 forint éves szinten, tehát kb. 35 000 forinttal több, mint az országos átlag. A gyerekeseknél pedig 50 ezer forint körül van ez az arány. Gondolom azért a gyerekeseknek talán kevesebb idejük is van elmenni esetleg színházba vagy moziba, talán ez is itt az okok mögött állhat. Főváros és vidék között milyen különbségek vannak, erre fény derült ebből a kutatásból? Igen, hogyha a területi különbségeket vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy mind a kulturális fogyasztás, mind a hírközlés területén a közép-magyarországi régió az átlag fölött van, a többi régió pedig valamivel alatta, illetve ha település típusonként vizsgáljuk, akkor is Budapest, illetve a vidéki nagyvárosok vannak az átlag fölött, a többi település típus pedig valamivel az átlag alatt. Korosztályok szintjén jelentkezett különbség a között, hogy mondjuk fiatalok vagy idősebbek költenek többet Magyarországon mozi jegyekre, színház jegyekre? Alapvetően ezek, amikor megvizsgáljuk, hogy egy főre számítva mennyit költenek mozira, színházra az emberek, ezek háztartási adatok, és abból vonunk átlagot a egy személyre vonatkozóan. Azonban azt tudjuk, hogy a fiatalabbak, amivel többet költenek az internetre és a különböző kulturális a kultúrára és szórakozásra, mint az idősebbek. Van mondjuk kiemelkedően népszerű kulturális ágazat, amire mondjuk a legtöbbet költünk? Hát az elmúlt években leginkább a mozi és a színház nőtt, illetve a mozira és a színházakra kiadott összegek aránya. A mozika kapcsolatban azt is érdemes megemlítenem, hogy az elmúlt években mindenféle mutató szempontjából nőtt a mozik száma is, nőtt a befogadó képesség és a látogatások száma is. 2015-re, 2014-ről 13%-kal nőtt a mozik befogadó képessége, az előadások száma is 13%-kal nőtt, a látogatások száma pedig 27%-kal. 2015-ben 12,5 millió jegyet váltottunk. Hát azért az nagyon sok, az több, mint ugye Magyarországnak a lakossága, tehát ha azt nézzük, akkor legalább egyszer mindenki elmehetett moziba. A Központi Statisztikai Hivatalnál ugye eddig a múltat vizsgálták, ugye ez 1,2% csökkenést jelentett ugye az elmúlt években a kultúrafogyasztás. Mire számítanak, hogyha mondjuk a jövőbe látó szemüvegüket fölvennék, akkor hogyan tekintenek, ez várható továbbra is a csökkenés? Alapvetően a Statisztikai Hivatal a jelen és a múlt feltérképezésével foglalkozik.
jóslásokban most nem bocsátkoznék, azonban azt nagyon fontosnak tartom, hogy a jövőben azt is részletesen megvizsgáljuk, hogy az internetezési szokások hogyan alakulnak, illetve hogyan oszlanak meg. Úgyhogy várható akkor egy következő kutatás is, vagy ez a kutatás folytatódik majd? Egyelőre az eddigi kutatás fog folytatódni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk és megosztotta ezt. Nagyon érdekes volt, hogy hogyan alakul Magyarországnak a kultúrafogyasztása. Reméljük, hogy a továbbiakban majd ez a szám nőni fog. Köszönöm szépen.